És elkezdődött a mérkőzés, kedves tévénézőnk, kedves szurkolóink, a Beregvidék második fordulójába. Óriási lövés, óriási védés, bravo! Rudovec Tarász lőtte meg a jobb lábát, szépen emelte fel a felső sarok felé, a kapus látta, kinyújtózott, és lett belőle egy szép védés, szép támadást láttunk, talán ezt meg is kell jegyezni a 15. percnél. Krasevski védett, bravo, óriási lövést láthattunk a 20. percben az első veszélyes vendég támadásból, szabadrugásból, óriási bombát Krasevski látta, csak megemelte, hogy ne menjen a hálóba, ezért szöglet. Szöglet bal oldalról. Gól. Гол ворота команды Ялинка забивает игрок под номером 10 Тарас Рудовец. 1-0-ra vezetünk, jöhet a szurkolás, csináljunk hangulatot, gyakoroljuk magunkat a kupára 17-én. Kornutyákék, jó hozzák ki, de ott van Teplej. És hagyja, hagyja, ott vannak. Krasevski, figyelj! Gyönyörű gólt lő! Atya úristen, még szép, mondtam, vigyázz Krasevski, és azt hiszem a 8-as számú Gumera Veduard. Golvarota Beregvidék zabivájt, igrok pad numerom 8, Eduard Gumerov. 1-1. Deré kapott ré gólt a Beregvidék. Szép gólt láttunk, egy-egy az eredmény. Jöhet egy kis szurkolás. Lukasuk, a csapatkapitány, Teplej. Óriási Teplej lövés. Gyönyörű volt. Géci. Beemeli a labdát. Kalapács. És nagyot védett a kapus, és még ki sem ment a labda, hanem csak most. Géci. Lukasukék nem vették-e, picurék? Most van Lukasuknál a labda. Hurka. Éha arra, igen, ott volt, picur késett 2 métert. Veszélyes dolgokat láthattunk a 35. 6. percben. Ezt erősebben megfelelik Kalapács. Gyorsan megjátszák Teplej. Hagyjad Szergejev. Gól! Picur Román. Román Picur! 2-1, jön a hajrá! Szép volt, gyorsan, míg aludtak a játékosok. A 9-es számú Picur, 2-1-re vezetünk, és így megyünk fél időre. Remélem nem fogunk több gólt kapni. Rudovec, Ecsel, Rudovec, még Ecsel, Rudovec, Teplej Oleg, Lukasuk, Rudovec, lőd be azt a gólt, jó Kalapács, gól 3-1. Igrok pad numerom 6, Igor! Kalapács! 3-1. Elkezdte a Beregvidék a gyártást, Kalapács 3-1. Nagyon okosan játszották meg, jó kitartja a labdát, tehetséges ez a jobb szélső. Gyors, kicsi, nem kell nagyot lépni, és nem hiszik el, hogy ilyenre képes. 3-1-re vezet a Beregvidék. Szergejev, Lukasuk. Finoman akarta, Lukasuk még mindig nála. Picur, gól, 4-1. Román
Piszúr! 4-1. Szergejev. Átemeli szépen, Slivka fejeli meg, és gól, gyönyörű! Andrej Slivka! 5-1. Megvan az ötös. Hát most már gyönyörű, szép fejes. Szergej meglátta a lehetőséget, a helyzetet, kimérte, vette a centit, kihúzta, beállította, beadta, Slivka pedig, hát tessék megnézni, a vinklit érve fejeli be. Gyönyörű gól, 5-1. Gumerov a gólszerzőnél a labda, ő indítja a támadást, most indítja Uhály felé. Tessék megnézni a 13-as kardosnál, és gólt lőnek a vendégek. 13-assal, hát ezt jó elnéztük. Varivoda. Ivan Varivoda, номер 13, Великий Бычков забивает гол. Счет становится 5-2. Óriásit védett a kapus. Szép teplejlövés volt. 10 perccel a mérkőzés befejezése előtt. Sarkis fogja beadni a szögletet. Helyezte teple, ez a teplej stílus. Szalad, hogy adjál, de nem adjál, hogy nem. Sarkis pedig gondolkozik. Teplejt elvont onnan, menj onnan, hadd adjam be azt a rohadt 11-est, vagy a rohadt szögletet. Sarkis, megemeli. Befejelte. Slivka. Andrej Slivka. 6-2. Mit kihagynak ezek a ikrek? Vége! 6-2-re győzött a Beregvidék, 3 pont itthon, az IFIK 16-0-ra győztek, úgyhogy szépen kaszáltunk idehaza. Закончился матч областного чемпионата второй тур. Берегвидек, Берегсаз, Ялинка, Великий Бичков. 6-2.